Scherer Péter az egyik legismertebb színész Magyarországon. Nem véletlen, hogy a Lesence vidéki kortárs művészeti fesztiválon való megjelenését óriási érdeklődés övezte. A színművész ezen az estén mesél többek között gyermekkoráról, pályája kezdetéről. Előadását szavalatokkal színesítette. A Lesence vidéki kortárs művészeti fesztivál egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó művésze Scherer Péter volt. Na most, ha önök egy előadó estre jöttek, ez nem az. Ez nem az lesz, tehát nem akarom, hogy csalódjanak. Inkább egy ilyen Scherer Peti est, valami ilyesmi, szóval, hogy amiben, már ez is ilyen siker, beszarok. Jó van. Scherer Péterrel kapcsolatban elmondható, hogy a színházi, film és a szinkron szerepei után, hogy az ország egyik legismertebb és legfoglalkoztatottabb színésze. Ennek ellenére keresi az olyan, fogalmazzunk úgy, extrém kihívásokat, amikor például egy osztályteremben játszik egy osztálynak másodmagával. Vagy mint a Lesence Istvándi meghívás, amikor egy kápolna tövében szórakoztatja néhány méterről a közönséget. Egyszerűen elfogadom, ami megtalál. Igyekszem abból gazdálkodni, amilyen felkérés jön, amilyen felkérés megtalál, és úgy érzem, hogy így a pályámban most, meg az életkoromat tekintve is, meg ahogy így valamennyire ismert lettem ezekkel a tévésorozatokkal, még inkább jönnek olyan ilyen jellegű felkérések is, és szeretem. Úgy érzem, hogy el tudok, hogy mondják ezt, tájékozódni a közönséggel egy ilyen jellegű történetben, majd most kiderül. Csodálatos ez az egész. Nem tudom, ez már nem Káli medence. Keszthelyi hegység? Nek a vége? Tapolca medence. Gyönyörű. Nagyon klassz. Én úgy gondolom, hogy azokat találják meg, akik hajlandók közvetlenek lenni a közönséggel, és nem tartják a három lépés távolságot. Mi az, amit művészként itt tud adni, és mondjuk egy nagy színpadon nem? Na, ez azért volt jó ez a kérdés, mert ön ezt úgy tette fel, hogy közben tartja a három lépés távolságot. hát nem tudom. Talán azt, hogy mindenki emberből van. Az egy fontos üzenet, nem? Hogy mindenki emberből van, mindenkinek ki van mérve a vége valameddig, és ebből addig próbálunk boldogulni, és addig próbálunk szép helyeket megnézni, például ez egy csodálatos hely itt. Úgyhogy már csak azért is örülök ennek a felkérésnek, hogy itt Lesence Istvánon ezt a fantasztikus szőlőt, ezzel a kápolnával ezt megismerhetem, és ilyen sokan eljöttek, tök jó. Nagyon köszönöm, nagy megtiszteltetés itt szerepelni nekem. Tényleg. És hogy ilyen sokan eljöttek, szuper, látszik, hogy ingyen van. A színházatnak mindig, vagy művészetnek van időszak, hogy mennyire könnyű eljutni vidékre, vagy mennyire nehéz. Most mennyire könnyű? Ezek az ifjúsági darabok, amiket említett, ezek dübörögnek. Ezek nagyon mennek, de itt van egy olyan, hogy a mi gondolkodásunkban is az iskoláknak azokat a témákat, amikre úgy gondoljuk, hogy fontos, drog, iskolán belüli bántalmazás, családon belüli erőszak, stb. Ezeket a darabokat olcsón visszük, hozzáférhető, és rengeteget utazunk velük. Amúgy nem könnyű a vidéki műfázaknak, színházaknak, ha nincs ilyen támogató mögötte, mint mondjuk itt a Veszprém Kulturális Főváros, vagy adott esetben a Déli Népprogram. A Déli Népprogramra nagyon sokan mondják, hogy fantasztikus dolog, de a műfházak, amikor a Déli Népből oda jön 2-3 előadás ingyen, akkor már nagyon nehezen tudják megmagyarázni az embereknek, hogy egy, mondjuk a mi darabunk, akik nem vagyunk a Déli Népbe, miért kerül 3500-ba per fő. Tehát furcsa, okoznak nehézséget még ezek a támogatott programok is. Scherer Péterrel kapcsolatban mindenkinek az jut eszébe, hogy egy végtelenül laza, humoros ember, miközben a munka tekintetében nagyon szigorú és végtelen precizitás jellemzi. Tanúsítja ez az is, hogy amikor a kápolna előtt készülődött, már nem igazán akart nekünk interjút adni, hogy ne zökkentsünk ki a koncentrálásból. Végül kötélnek át egy kis alkudozás után, és három kérdésben egyeztünk ki.
Talán ez a kettőség rögtön érthető lesz, ha megismerjük a színész családjának történetét. Édesapámról annyit gondoltam elmesélni, hogy egy nagyon okos és különösen művelt és intelligens ember volt. Veszprémben a piaristákhoz járt. Mi azt mondtuk a bátyámmal, hogy neki egyedül több esze volt, mint nekünk hármunknak együttvéve a anyámmal. De az biztos, hogy édesanyámmal az egy nagyon érdekes fúzió volt, amit ők létrehoztak. A bátyám egyik barátja az azt mondta, az egy focista fiú volt, hogy Józsi bácsi maga ezer mester lenne, ha a sporthoz is értene, mert apám a sportokat nem szerette, nem is foglalkozott velük, de ezen kívül imádta a komoly zenét, tehát Mozart, Haydn, Beethoven folyamatosan szólt nálunk, latinul olvasta Vergilius, Horácius, tehát tényleg egy fantasztikus pali volt, de a sportokhoz nem értett, na most ehhez képest elvett egy testnevelő tanárt. Anyukám az egy érdekes csaj volt, azt hiszem, hogy a huncutságot, meg ezt a kommunikációs készséget ezt tőle örököltem. Neki a matek nem volt az erőssége. Úgy szokták mondani, hogy nem ő volt a legélesebb kés a fiókban matekból, az anyu. De mondjuk elmesélem, hogy gyerekkoromban volt egy ilyen történet. Nálunk ez ilyen családi legenda volt, hogy az anyu főzőcskézett, én kint voltam a konyhában, és harmadikos lehettem, tanultuk a szorzótáblát, lehet, hogy másodikos, és mondtam neki, hogy anyu, mennyi is 8x7? És azt mondta, kisfiam, én azt nem tudom, én csak annyit tudok, hogy 5x5 az 35. A másfél óra hamar elrepült a kápolna tövében. De biztos vagyok benne, ha Scherer Péter 3 órán át mesél, akkor a közönség 3 órán keresztül hallgatta volna a színészt ezen az estén.